Kedves vendégek, tisztelt jelenlévők! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket iskolánk névadójának, Kántor Mihály születésének 139. évfordulóján. Külön köszöntöm Cigánváros elöljáróit, vezetőit. Kedves vendégek, kérem, énekeljük el a nemzeti himnuszt. Szendrei Csilla igazgató asszonyt beszéde megtartására. Tisztelt ünneplő közönség! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, városunk előjáróit, polgármester urakat, hivatalvezető urat, intézményvezetőket, hogy megtiszteltek bennünket körülben. Kántor Mihály születésének 139. évfordulója alkalmával rendeztük meg ezt az ünnepséget. Gyermekszemek, nagy tengersíkján a múlt és jövendő csillogát, így a Kántor Mihály. Ahogy végignézek az ünneplők között, én is látom a tengernyi gyermek szemének csillogását, melyek izgatottan, érdeklődve figyelnek, ismerkednek a múlt, a jelen értékeivel, ahogyan ezt Kántor Mihály hagyatéka megkívánja. A vidéki kántortanító valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy egyszer szeretett iskolája névadójává válik. Az utókornak köszönhetően 26 évvel ezelőtt érte a megtiszteltetés, hogy iskolánk névadója lett. Elismerve ezzel tanítói tevékenységét, kimagasló gyűjtő, publikáló, szervező és hagyományőrző munkáját. Hitvallása a következő volt. Ami a magyarságunkban szép volt, a múltban, át kell menteni a jövő számára. 83 éves korában halálával olyan életművet zárt le a sokoldalú ember, amely biztos alapja iskolánknak, a településünknek, melyre a következő nemzedék joggal lehet büszke. Iskolánk célja Kántor Mihály hagyatékának megőrzése, átörökítése. A hatékonyságunk növelése véget igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. Ennek érdekében együttműködünk a Széptan és a Sárospataki Művészeti Iskolákkal, a Múzeumportával, a Nagy Dezső Művelődési Házzal és többek között az önkormányzattal. Múltunk tudatos megismertetése már az óvodában elkezdődik. A szövés, a népi játékok, énekek, táncok megismertetésével, és az iskolában egyre hatékonyabbá válik a honismereti tanórákon, az iskolai szakkörökön, tánc és zeneórákon, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozások.
A legelhivatottabbak akár egész életüket is felteszik-e hagyaték továbbadására. Van közöttünk táncoktató, zenetanár, iparművész és múzeumpedagógus is. Valamennyien hatékonyan dolgozunk azon, hogy a felnövekvő generációk megismerjék településünk múltját, értékeit, elődeink munkásságát. Hiszen a múlt megismertetése a mindenkori jelen feladata. Tanulóinknak meg kell tanítanunk az őseiknek, családjaiknak, környezetének történetét, kultúráját. Alakítanunk kell értékrendjüket, és bízom abban, hogy példamutatásunkat ők is követni fogják. Most itt, Kántor Mihály mellszobránál idézzük meg őt tanulóink előadásával. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, fogadják szeretettel Kántor Mihály életének rövid bemutatását Csáki Dóra 7. A és Nagy Vanda 8. A osztályos tanulók tolmácsolásában. Kántor Mihály 1881. január 31-én született Tiszakarádon, szegény, földműves családban. Tanítója, Berecz Károly felkeltette néprajzi érdeklődését és a Sárospataki Állami Tanítóképzőben való tanulását is lehetővé tette. Az iskola elvégzése után 1905-ben került előtanítónak Cigándra, majd egy év múlva véglegesítették. 1906 és 1946 között a Cigándi Református Elemi Iskola igazgató tanítója volt, majd 1948-tal 1958-ig az általános iskolában tanított. Tanítói munkája mellett rendszeresen foglalkozott néprajzi és helytörténeti kutatással. Közvetlen kapcsolatot tartott a néprajztudomány vezető egyéniségeivel, Bátkai Zsigmonddal, Láthe Lászlóval és Gönyei Sándorral. Gyakran megkeresték őt olyan kérésekkel, hogy a pásztoroktól, a néptagjaitól tudakolja meg egy-egy szó jelentését, vagy például a karikás készítésének folyamatát. 1925-től sorra jelentek meg tanulmányai részdolgozatai. 1927-ben írta a Cigándi nép táplálkozási szokásairól írt az Ezer éves Cigándi malom című művét. 1932-ben a Bodrogköz című kiadványa és 1940-ben Népművészet Zemplénben címmel jelentek meg publikációi. Néptanítóhoz szíven aktívan részt vett a közéleti munkában is. 1911-ben megalapította a Keresztény Ifjúság Egyesületet, szintén alapítója és egyben vezetője is volt a Levente Egyesületnek és a Magyar Búzavirágtánc Együttesnek, amely legnagyobb sikerét a Kántor Mihály által elnevezett Cigándi Kemény Csárdással ért el. A cigándiak kiemelkedően szép szőttesének múltjával, jelenével és formakincsével kapcsolatos gyűjteménye 1961-ben jelent meg Bodrogközilen és Kender munkák című könyvecskéjében. Kántor Mihály valósággal szerelmese volt szülőföldjének, ennek a világtól elzárt sajátos települési Bodrogközi tájnak. Kutatta múltját, jelenét, és okleveles adatok alapján színesen, olvasmányosan írta meg a Bodrogköz történetét. Gyűjtötte és tanulmányokban feldolgozta a bodrogközi néphagyományokat, szenvedélyesen gyűjtötte a népszokásokat, meséket, táncokat, dalokat. Úgy fogalmazott, hogy aki a nép életével foglalkozik, rossz ember nem lehet. Mivel a néppel csak azt tud foglalkozni, aki vele érez, mert együttérzés nélkül nem lehet néprajzot művelni. Tisztelt jelenlévők! Kérem, hallgassák meg Iski Tamara Sarolta 8. A osztályos tanuló előadásában Kántor Mihály Gyermekszemek című versét. Kántor Mihály, Gyermekszemek. Mikor belépek az iskolába reggelente, az iskolának ajtaján, úgy érzem, mintha titkaival a végtelen ragyogna rám. Gyermekszemek nagy tenger síkján múlt és jövendő csillagát. Mélységeit kimérhetné meg, kiláthatná betávolát. Kutatok nagy mélységetekben, vizsgálom titkos arcotok.
Te Jóska, Bandi, Pista, János, kik is vagytok hát, szóljatok. Lobogó láng szeretnék lenni, hogy tűzet gyújtsam szívetek. Ki tudja, a magyar megváltó nem itt van éti köztetek. Kérem, tekintsék meg a Cigándi Gyermek Néptánc Együttes Cigándi Táncát. A megemlékezés koszorúinak elhelyezése következik.
Stumpf Attila hivatalvezető. Városi Rohol Nemzetiségi Önkormányzat nevében Dancsóre Attila elnök. És a Bodrog Közkincsei Bölcsőde nevében Szőcs Erika főigazgató és Fegyváriné Németh Ilona bölcsődevezető. Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének nevében Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató. Bökkösné Fodor Kitti könyvtervezető. Tájmúzeumáért alapítvány nevében dr. Szepesi Krisztina, a kuratórium elnöke és Csáki Barázsné, a Bodrogközi Múzeum volt a nagykövete.
Dr. Ablonci Pál egészségügyi központ nevében Madzin Ildikó és Király Ilona. Innovációs és ifjúsági sportegyüttes egyesület nevében Belica János sportigazgató. Tisztelt jelenlévők, koszorúzási ünnepségünk végén kérem, énekeljük el a szózatot.